hagyományos magyar népzenei kísérettel, országaik zászlóival vonultak fel az Íjász világbajnokságra érkező versenyzők a Szekszárdi Béla király tére hétfő délután, a nevezőket nemzetenként köszöntötték. A magyar íjászok kapták a legnagyobb tapsot, a legtöbben is ők voltak. Nekik a szekszárdi sötétvölgyi pálya már nem ismeretlen. Sokan közülük többször is versenyeznek ott minden évben. Nehéz lesz. Két hete itt volt az országos bajnokság rendezve, tehát abból tudunk kiindulni. Egy bitang nehéz pálya vár ránk. Fel kell kötni a gatyát. A külföldiek meg nagyon jók. A világbajnokságra 12 országból érkeztek nevezések. A Magyar Íjász Szövetség elnöke a megnyitó ünnepségen azt mondta, eredetileg tavaly tartották volna a versenyt, ám a járvány áthúzta a terveket, és több nemzet nevezői a szigorú nemzetközi szabályok miatt most sem tudtak részt venni a VB-n. Nagyon sok országból még mindig nem tudnak utazni, például Ausztráliából egyáltalán nem lehet utazgatni, de egyébként Ázsiából sincsenek, meg Amerikából se. Ilyenkor azért átgondolják az emberek, meg a sportolók is, hogy hova mennek. A szekszárdi világbajnokságon így is 541-en vesznek részt. A megyei jogú város alpolgármestere azt mondta, bár a világversenyt nem az önkormányzat szervezte, mindenben támogatták a sikeres lebonyolítást. A szekszárdra jutó teendőkben viszont igyekeztünk együttműködni, és ami rajtunk múlik, maximálisan helytállni úgy, hogy egy eredményes verseny legyen. Kedden reggel megkezdődött a verseny a sötétvölgyi erdőben. Az íjászok 4 pályán lőnek, 28-28 háromdimenziós állatformájú célra 3 napon keresztül. Ezt a 28 célt kell, hogy gyakorlatilag egy nap alatt leküzdje az a íjász, aki oda arra a pályára van beosztva. Különböző színekkel vannak jelölve ezek a pályák, és az alapján orientálódnak így naponta az íjászok. Az első napon sorsolással dőlt el, hogy az 541 nevező közül ki melyik pályán kezdheti meg a versenyt. Szerdától viszont már az előző napokon elért pontok alapján áll össze a sorrend. A világbajnokságot bárki követheti személyesen a helyszínen is. A szervezők viszont azt kérik, vigyázzanak a pályákat kijelölő szalagokra. Tegnapi nap folyamán is szakítottak át szalagokat. Remélem, hogy ma nem volt ilyen, ma információm nincs róla, de ez nem jó. Úgyhogy köszönjük szépen, ha ezt figyelembe veszik. Sötétvölgyben csütörtökön lőnek utoljára a világbajnokság során az íjászok, az egyéni és a csapat elődöntőkre és döntőkre pedig pénteken és szombaton Szekszárdon, a megyei jogú város labdarúgó pályáján kerül majd sor.